Az elkövetkezendő időszakban egy sor nagyon nehéz döntést kell majd meghoznia a bátaszéki önkormányzatnak, de most még számos pozitív dologról tudott beszámolni a város polgármestere. Az elmúlt időszakban a kormánytól kapott támogatásnak köszönhetően néhány projekt zajlik a városunkban. Így lassan befejezéséhez közeledik a Kövesd településre irányuló bekötőútnak a megépítése. A kivitelező gőzerővel dolgozik a feladatom. Műszaki paraméterek adottak, bízunk benne, hogy szeptember végére a forgalomnak is át tudjuk adni majd ezt a bekötőutat. Addig még természetesen a képviselőtestület tárgyalja ennek az útnak a használatbevételi lehetőségét is, hiszen szeretnénk olyan forgalomkorlát, vagy javaslatot teszünk olyan forgalomkorlátozó intézkedések bevezetésére, hogy mondjuk ennek a beruházásnak az élettartamát meg tudja majd nyújtani, tekintettel arra, hogy igen nagy súlyú járművek is igénybe veszik, ezt valamilyen módon szeretnénk korlátozni, hogy hosszú ideig tudják majd a kövesdiek ezt a bekötő utat használni. Szeptember 19-én a Kolozsvári utca sarkán található játszótér lebontása, illetve felújítási munkálatai is megkezdődtek. Ugye itt júniusban beszéltünk arról, hogy elfogadtuk és aláírtuk a szerződéseket, de sajnos a kivitelező csak most tudta megkezdeni a munkálatokat, beszerzési problémák vannak, hiszen külföldről érkeznek majd meg a játékok. Nagyon bízunk benne, hogy néhány hét alatt ez a játszótér a terveknek megfelelően el tud majd készülni, és abban is bízunk, hogy az időjárási körülmények még azért alkalmasak lesznek arra, hogy a gyerekek ki is tudják majd próbálni ezeket az új játszótéri elemeket. És hát zajlik a harmadik beruházás is, nevezetesen a számvevőségi épület, az a régi TSZ épületnek a felújítása. Most már lassan egy hónapja dolgoznak rajta a kivitelezők. Gyakorlatilag két frontfelület tud majd megújulni. A főutca felé eső központi vagy leglátványosabb frontfelület, ahol a burkolatot teljes egészében kijavítjuk, illetve a nyilánzároknak a cseréje is meg fog történni, illetve az általános iskola felé eső felület is meg fog újulni. Bízunk benne, hogy ezek a munkálatok is még a téli időszak beállt előtt be tudnak majd fejeződni, és egy kicsit szebb, patinásabb képet tud majd festeni ez az igen régi 1700-as években épült épület. Az általános iskola energetikai korszerűsítése is befejeződött. A műszaki átadás átviteli eljárás a napokon belül le fog zajlani, és hát megújulhatott és energetikai szempontból sokkal hatékonyabbá válhatott két épület rész, hiszen homlokzatszigeteléseket helyeztünk föl, padlásszigetelések, tetőszigetelések történtek meg, illetve energetikai szempontból egy 50 kW-os naperőmű is felhelyezésre került, ezzel is segítve ennek a létesítménynek az üzemeltetését. Ezeken kívül még egy nagy volumenű beruházás indítására is várnak bátaszéken. A képviselőtestület még 2019-ben megkezdte a piac felújításával kapcsolatos elképzeléseknek a megvalósítását. A kivitelezési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás ugye lezártuk, egy feltételes szerzést aláírtunk. Májusban kezdeményeztünk mintegy 42 millió forint forrás kiegészítésnek a biztosítását, a mai napig nem kaptunk róla információt. Nagyon bízunk benne, hogy rövid időn belül valami fajta döntés fog születni annak érdekében, hogy vagy meg tudjon indulni ez a beruházás, és korszerűsíteni tudjuk a piacterünket, vagy adott esetben nem tud majd megindulni, akkor vissza kell adni a forrásokat, és felszabadul a város költségvetésében az erre szánt mintegy 28 millió forint saját forrás. Ez remélhetőleg nem fog bekövetkezni, és a tervek szerint valósul majd meg az új piac kivitelezése.